Szuper tájfun csapott le a Csendes-óceáni Guam szigetére. A Mavar névre keresztelt vihar 240 km-es óránkénti sebességű széllökésekkel söpört végig az Egyesült Államok külbirtokán. A sziget 52 ezer háztartásából 51 ezerben szünetel az áramellátás. Több mint 160 kilométeres óránkénti sebességű széllökésekkel csapott le a Mavar tájfun a Csendes-óceáni Guam szigetére. A vihar itt azonban tovább erősödött. 240 km/órás széllökésekkel szuper tájfunná alakult, ami a 4-es erősségű hurrikánnak felel meg. A rendkívül erős szél megrongálta a villamos hálózatot, csak nem a teljes sziget sötétbe borult, az 52 ezerből 51 ezer háztartásban megszűnt az áramellátás. Óránként 5 cm eső zúdult a szigetre, egyes helyeken villámárvizek söpörtek végig. A szél háztetőket fújt el, autókat állított a feje tetejére, és fákat csavart ki a földből. A kórházak azonban eddig nem adtak hírt súlyosabb sérültekről. A hatóságok földcsuszamlás veszélyére is figyelmeztetést adtak ki, az anyagi kár, különösen a mezőgazdaságban jelentős. Nagyon aggasztó látvány fogadott minket ma reggel szerte Guamban, ahol korábban dzsungel volt, ott most csak fogpiszkálóknak látszó fatörzsek meredeznek. Olyan, mint a Twister című filmből egy jelenet. Szinte minden fa elpusztult, ami nem kókuszpálma. Heteket fog felemészteni a takarítás, mondta a meteorológus. A vihar távoztával Guam kormányzója közölte, továbbra is figyelmeztetés van érvényben az erős szél és árvíz veszély miatt. Úgy örülök, hogy biztonságban vagyunk, a nehezén már túl vagyunk. Folytatódik azonban a viharos idő, 70-80 km/órás szélre számíthatunk. Arra kérek hát mindenkit, maradjanak otthon saját biztonságuk érdekében. Az előzetes felmérések alapján bár az utak járhatóak, kérem, még ne használják őket, figyelmeztetett a sziget kormányzója. Guam az Egyesült Államok különleges jogállású területe a Csendes-óceánon. A mindössze 500 négyzetkilométeres földnyelvet mintegy 150 ezeren lakják. A guamiak rendkívül komolyan veszik a viharjelzéseket, mióta 1962-ben a Karen tájfun gyakorlatilag a földdel tette egyenlővé a szigetet. Több tucatnyian vesztették akkor életüket, és több 100 millió dolláros volt a kár.